Lackó kéri a bal oldalon Bartától, meg is kapja Lackó Zsolt. Most jön a beadása át a hosszú oldalra, Szalai még vissza tudja fejelni, hány kapásból megpattan gól! Vezet a Paks, a 14. percben az első lehetőségét gólra váltja a vendégegyüttes, Hán János a gólszerző. Hiába pattant meg középen a labda, ezt azért biztosra veszem, hogy Hánnak fogják elkönyvelni a végén. Hát ez bizony hideg zuhany a ferencvárosi szurkolóknak. Először jött át a 16-os környékére gyakorlatilag a paksi csapat, és már is megvan a vezetés. Itt Szalait nagyon meg kell dicsérni, aki vissza tudja még fejelni ott a labdát a hosszú oldalnál, Radó mellett. Aztán Hál ellövi kapásból, és ott középen nagyon szerencsétlenül ér bele Nalepa. Szabó ezúttal az ívelés választja, és Hán indul is. Nalepa fejelte vissza, Bertus ellövi messziről. Ezt hagyta, hogy kimenjen Dibusz. Sokat mozognak a Ferencváros játékosai, de egyelőre nem nagyon sikerül megbontani a védelmet. Gera, Böde megtartja, Böde forgolódik még. Gera lőhet, és egy nagy vérés Kemenestől. Itt tartja meg Böde, és aztán kapásból ellövi Gera. Gera, hajna, most már lábbal kísérletezhet Böde. Vissza Gyuricinnek, Gyuricin lövi el mellé. Egyelőre úgy néz ki, hogy lövésekkel kell kísérletezni a Ferencvárosnak. Nem sokon múlott, úgyhogy még van 2,5 perce ebben a fél időben a Fradinak arra, hogy rúgjon egy gólt, Böde, vagy fejeljen éppen. Ez fölé ment, de nem azért, mert Böde ért vele utoljára. Zahán fejéről ment ki végül szögletre. Így is van. Hajnal. Most a passz Bödének, Böde a szép passz, Gyuricin, és egy óriási vérés Kemenestől. Az első komoly zicser a Ferencváros részéről, de Gyuricin kihagyja. Gyönyörű játék volt, itt Böde megtartja, egy kicsit szerencséje is van, aztán zseniális a passz Gyuricinnek erre oldalra. Pintér. Pintér ellövi messziről, Kemenes. Nem merte fogni, inkább csak fölé tenyerelte. Életerős löket Pintértől. Be is fért volna a léc alá. De ez a beadás még jobb, és ott a második paksi gól. Villámgyorsan megvan a második találat is. Koltai a gólszerző. Bele is sérül egy kicsit ebbe a gólba. Koltai legalábbis húzza a lábát. Elképesztő. Megint egy pillanatra elalszik a Ferencváros védelme, és büntet a Paks. Barta leviszi az alapvonalig, és estében még valahogy tovább tudja kotorni Dilaver mellett. Középen pedig érkezik Koltai. Leandro tekeri rá fölé. Az első fél időben volt már egy ígéretes szabadrugás a Leandrónak. Most viszont már elvégzi a szabadrugást, és a fejes is megvan középen. Szabó csúsztatta fölé. Aztán Dibusz már egyből ki is rúgja. Nagy Dominik. Lovrencsics. Jön a beadás, és ott a szép ütőgól. Busai a gólszerző a 86. percben. És van még bő 4 perc a Ferencvárosnak, plusz a hosszabbítás, hogy akárki is egyenlítsen. Egyetlen egy védelmi hiba elég volt most a Pakstól, és Busai könyörtelenül kihasználja. Lovrencsicstől jön a beadás. Tovább csúsztatott labda Bödétől, aztán Hajnal, Hajnal lövi el fölé, de szöglet, beleért egy paksi becsúszóláb, mutatta Pintér játékvezető.